A megalapozott gyanú szerint a Cibakházi és egy tiszaföldvári férfi a helyi vadásztársaság területén lőtt ki két őzgidát és egy mezei nyulat. Néhány perc múlva a vadásztársaság hivatásos vadásza intézkedett az autó utasaival szemben. A járműben megtalálta a kilőtállatokat, egy távcsővel felszerelt vadászpuskát, több töltént és lőszerhüvelyeket. A hivatásos vadász azonnal értesítette a rendőrséget. Az egyenruhások megállapították, hogy egyik jogsértő sem tagja egyetlen vadásztársaságnak sem. Nem rendelkeznek fegyvertartási engedéllyel, továbbá a lőfegyvert sem regisztrálták. A 43 és a 45 éves férfit előállították a Tisza földvári és gyanúsítottként hallgatták ki. A Kunszent Mártoni rendőrkapitányság orvadászat büntet elkövetése miatt folytat eljárást.